Megnyitották a erdő tanösvényt a kisökörjárási szabadidőparban. A szerda késő délutáni eseményen bemutatták az érdeklődőknek az ösvényt, amely a termálkempingtől indul, és egészen a duzzasztóig vezet. Úgy gondoltuk, hogy helyszínt adunk a környezeti nevelésnek, mert már régóta álmunk volt az, hogy egy olyan helyszínt adjunk át, ahol a munkánkat folytathatjuk folyamatosan, és akkor ez egy nagyon jó lehetőség volt erre a tündérerdő Erdő tanúsvényen 8 táblát helyeztek ki, melyből 4 szakmai jellegű. Ezekkel az a céljuk, hogy az ösvény és az erdő sok sokszínűségét mutassák be. A másik négy tábla etikai, oktató jellegű. Ezeken a helyes erdei viselkedés mutatják be sok információval és rajzal, Humoros formában. Főleg a fiatalokat próbáltuk megszólítani, de úgy, úgy érezzük, hogy családokat szeretnénk arra ösztönözni, hogy vigyázzanak a természetre, az erdőre, mind arra, ami a Gyulaváros tulajdonára. Én úgy, érezzem, úgy érzem, hogy ez a zöld felület, ami, ami kép, képezi és büszkén képezi a városunkat, úgy érezzük, hogy a, az embereknek ezt megmutatjuk, akkor valószínűleg jobban fognak rá vigyázni elhangzott. A közeljövőben további táblákat szeretnének elhelyezni a tündérerdő tanösvényen.